Az Annie Lélek kozmetikába sokat merítettem Clarissa Pinkola Estés Farkasokkal futó asszonyok című könyvéből. Tőle kaptam azt a gondolatot is, miszerint az ősi psziché azért töltött testet, hogy a szellemnek otthont adjon. Tehát gyakorlatilag az érzékszerveinken keresztül kapunk hírt, és a szellemünk dolgozza föl ezeket a világból. Viszont mindez az ősi pszichét kellene, hogy szolgálja. És hát a mai időkben egyre inkább eltávolodtunk ettől az ősi pszichétől is, és egyre inkább csak a szellem uralkodik fölötte. És gyakran a szellem uralkodik a test fölött is. Az Animi Lélek kozmetikának egy olyan diagnosztizáló módszerével érdemes kezdeni a kezeléseket, amikor külön-külön beszélgetünk ezekkel a részeinkkel, külön a testtel, külön a lélekkel, és aztán a bőrszellemünket, a kreatív énünket arra használjuk, hogy hogyan tudjuk mindazt megvalósítani az életünkbe, mindazokat a változásokat beépíteni a hétköznapjainkba, amik az ősi pszichét és ezen keresztül gyakorlatilag a saját mély érdekeinket, céljainkat szolgálják. Nem utolsó sorban az egészséget is természetesen, hiszen akkor vagyunk igazán egyensúlyban, és akkor működünk jól, hogyha ezek a részeink kommunikálnak egymással. Az ősi psziché testérzeteken keresztül kommunikál a fizikai testünkkel, és érzésekkel kommunikál a szellemünkkel. A gondolatainkat általában a racionális részünknek köszönhetjük, és a gondolatoknak érdemes azt az utat és azokat a megoldási módokat használni, amin keresztül a fizikai test is megnyugszik, és nem érez fájdalmat, bizsergést, szorítást, gombócot itt-ott, és az ősi psziché is megnyugszik, és az érzéseink is rendben vannak, és érezzük, hogy minden rendben, hogy jó úton vagyunk.